Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt hiszem, hogy, hogy egy fontos kérdés is, ha, hogyha az irodalomról vagy az írásról beszélünk, mert ez az egyik lényege számomra legalábbis, hogy, hogy olyan dolgokat találok az általam leírt szövegekben, amikor, amikor újraolvasom őket, és akkor hirtelen íróból olvasóvá válok. Tehát amikor olvasóként nézem a saját szövegeimet, akkor ha nem találok benne olyan dolgot, amire eredetileg nem gondoltam, az inkább gondot jelent. Mert azt hiszem az írás az egy olyan tevékenység, amikor nem lehet mindent uralni, hanem, hanem hagyni kell, hogy a maga módján jöjjenek létre a, a dolgok, és, és ez különösen igaz a költészetre, a prózára is, de a költészetre mindenképpen igaz, és ha egy versben nincsen semmi meglepetés a költő számára, akkor, akkor az, azzal a verssel valami gond van. Úgyhogy igen, általában szerencsére azt mondhatom, hogy hogy mindig találok ilyen helyeket a, az írásaimban, amik önmaguktól kerültek bele, amikre nekem e, ilyen racionális módon hatásom nem volt, hanem inkább inkább valami fajta irracionális módon jött elő a versekben. Általában én, én ezeket tartom a, a, az élményszerű részeinek, a, a versnek ezek azok a pontjai, ahol ahol valami olyan dolog történik, meg, ami irodalmon kívül nem történhetne. Tehát ezektől válik talán irodalom már a, az írás folyamat, mert sokféle írás létezik, és a hétköznapi életben általában úgy szeretünk írni, hogy tudjuk, hogy amikor elkezdjük a mondatot, akkor annak hol lesz a vége, de a költészetben egész másról van szó. Úgyhogy én, én ezeket mondom, nagyon szeretem is, és és szeretem felfedezni őket. És, és valamilyen módon a verseimnek a, a mozgatórugóját is ebben látom. Talán a régebbi korokban ezt hívták ihletnek, vagy a ihletett pillanatnak, amikor a vers önmaga kezd el dolgozni, és a költő az gyakorlatilag mint egy ilyen eszköz segít ennek a lejegyzésében. Ma ihletről azért nem szokás beszélni, vagy vagy már mint hogyha egy ilyen idejét múlt fogalom lenne de egyfajta ilyen tudattalan, önmagában álló, a világnak az irracionalitásához kapcsolódó dolog ez is, és, és mondom, a költészetnek ez egy, egy nagyon fontos része, ez a veleje valahol.